A kegyelem Istennek az a természet feletti segítsége, ami az ember személyiségét teljesebbé, harmonikusabbá, istenibbé teszi. Hiszen Isten saját képére teremtette az embert, fogalmazott stúdiónkban Szecsődi Péter plébános. Ezt mi próbáljuk újra és újra lenullázni, ezt az Isten képiséget. A kegyelem pedig ezzel ellentétben az Isten képi embert formája, növeli. Ennek megvannak az eszközei, a legismertebb és mindenki számára elérhető kegyelmi eszközök, például az imádság, vagy az igeolvasás, a szentírásolvasás, ezek eszközök és lehetőségek. De maga a kegyelem az arra szolgál, hogy mi önmagunkba azt a régi embert, amit Pál apostol mond, azt megöldököljük idézőjelben, és az új embert, az Isten ember mását, hasonlóságát kiformáljuk, és ehhez segít a kegyelem. És az advent ilyen értelemben különösen kegyelmi időszak, mondta Szecsődi Péter. Ahhoz pedig, hogy az ünnepet úgy éljük meg, ahogy azt kellene, nagyon sok mindenen felül kell emelkednünk, hangsúlyozta. Gazdasági nehézségek, betegségek, politika, ezek már sok ezer éve az ember életének részei, de nem ezek az ember meghatározó részei, hanem az, hogy tudja a saját létét sokkal magasabb rendű szempont szerint megélni, fogalmazott a plébános. A karácsony igazából az megtestesülő Isten, aki közénk jön, azt mondja, hogy figyeljetek, én magamra veszem a ti emberi természeteteket, de ti vegyétek magatokra az én Isten természetemet. És akkor egészen más lesz a karácsonyunk. Szecsődi Péter arról is beszélt, természetesen várnak mindenkit idén az éjféli mésére. Lesz ugyanis, és nem online. A Szent Kereszt felmagasztalás a templomban éjfélkor, a Széchenyi úti Magyarok Nagyasszonya kápolnában pedig este 10 órakor.